Most mi a túrót csináljak? Hát későn kapcsoltam. Mit az úgy meg fog állni? Hát, ha nem fújál a szél, igen. Ja, akkor jó. És nem egy formát vettem. Sajtos. És ez milyen állatból van? Ez kérlek szépen biofarmon nevelt tehén tejből fejt sajt. maci sajt van benne. Na. Nekem? Ja, ne, azt hittem nekem tartod. Mit, te nem eszel zsömlét? De, de. De akarod, kivehetem belőle a sajt. Megkóstolod? Tényleg sajtos. Ez így szélzajos lesz. Nem tudom. Itt van. Megkóstolod? Csak. Nem kell külön sajt rakni benne, benne van a sajt is. Itt vagyunk a Laci pataknál, mondhatni a volt Laci pataknál, mert már kiszáradt, ide is elért az a száraz időszak, ami van mindenhol. Annyira, hogy most már nem is folyik benne. Már csak a nyoma van, és már kezd kiszáradni a patak rész. Még? Csípős nem vettél? De, ott van. Ja, mindegy, most ezt. Milyen ösztönző lehet ilyenkor. Ja. Azt nekem adja, az olyan vastag. Igen. Na, múltkor mondtad, hogy milyen jó, hogy rágytam. Jó, megeszem, de meg is eltettem. Most láttam, hogy kibontva azért. Egy jókkal több, hogy azt tegyük. Vagy szeressük, mert friss. Na, akkor van, amikor azt figyelem, hogy olyat választok, ami ki sincs bontva. Azt tudja, hogy friss. Azt, ha mindenki azt figyelni. Sokan nem tehetik meg, mert hogyha válogatós, akkor nem tud olyat választani, ami bontatlan és nem szereti. Most ezt a sajtost azért vettem, mert ez teljesen szinte egybe volt. Mennyire sajtos. Nem az lesz a kedvenc.
Laci pataknak a másik egyik pontjára már múltkor is elmentünk, megnézni, hogy hogy áll. Hát nem jól. Viszont ott akkor nem tudtunk ugyanígy leülni, mert jöttek a darazsak. És megtámadták, akkor pizzát ettünk. És megtámadták a pizzán a húst. Ja, amúgy... Sőt, azt el sem mesélem. Elmeséled? Elmesélem, igen. Ugyanúgy ettem a pizzát, mint most, csak pizza helyett most zsömbe van. És így, ahogy enném a pizzát, a határszünet. Annyira finom volt, hogy ízlelgettem, hogy milyen finom a pizza. Lenyeltem, megettem. Miután a következő falat jött volna, akkor láttam, hogy így ide az ujjamra szépen leszáll a kis darázs. Azért kicsi, szerinted? Mert kicsi darázs volt. Szerinted? És ez egy olyan pizza, amelyiknek a alja ilyen kukoricalisztel szerintem azonban készítve, és ezért a morzsás lesz a kezed, meg minden, ami körülötted van. És azt a pici morzsát, azt a kukorica sült morzsát a kezem, ahogy olyan volt, elkezdte így csipkedni, úgymond megharapott a kis első. Mi az neki a darázsnak? Szóval azzal így megharapott, így belém csípett. A kétszer. Szája. A szája, igen. És van foga benne, vajon? Na, a lényeg, hogy megharapott egy párszor, és csak úgy szemléltem, néztem, és te kész voltál, hogy nem igaz, hogy nem mozdulsz meg, mert hogy ott van, és nem bántott, nem csípett meg, látni lehetett, hogy így jár a hátsó farfunglánk rész. Az mindig amúgy. Igen, amikor leszel. Szerintem az mindig. És így már számoltam azzal, hogy ha esetleg így rájön, hogy esetleg veszélyben van, akkor így oda szúr, de nem. De ne azt képzeld. Igen, háromszor, négyszer megharapott, és odébb repült. De ne azt képzeld, nem megszúrta. Nem megszúrt, megharapott. Nem megcsípte, vagy mi rúgta akármit. Kajának nézte. Hm? Pizzának volt nézve, Tomasz. Csinálunk majd Tomasz pizzát. De a morzsa. Mi volt a morzsa az ujjamon? De nem azért, tehát, hogy izi lemerevedett, meg ilyet, és most nem mozdulj, mert egy kibaszott, ilyen nagy pók van a fejeden című jelenet, hanem nem, tehát valami... Emlékszel, volt annak, amikor a szúnyog megcsípett. Igen, akkor is volt tök... egy párszor. Hát de úgy értem, hogy felvettük a videóban róla, hogy megnéztem, hogy milyen szépen. De az is kibefúr. Más. Nem szépen, de amúgy az is más. Nem akart bántani. Egymásra néztünk, illedelmesen felismerte, hogy én barátságos vagyok. Én is láttam rajta, hogy rendkívül barátságos, mert még kamasz meg még nem akarja, hogy szurkáljon. És odébb állt. Annyira felbátorodva, egy percekkel később hívta a haverokat, aztán a havernak a haverját is, és már voltak vagy 4-5-en, úgyhogy kb. Az utolsó falatokat már lábon állva vettük meg, mert ellehetlenítette azt a környékét a darazsak repkedése. Nem? Én jobbnak láttam, ha felállok, és arrébb megyek pár métert, és akkor nem kezdek el tudni így csinálni, mert attól tényleg megcsíp. De Tomasz nem, hogy nem így csinál, nem csinált így, hanem hogy tényleg frankon így ette a izét, rászállt ide a kezére a darázs, és az ott volt. És az ott úgy mászkált. És akkor én így csak néztem messziről, mondom, én meg sem mertem nyekkenni. És semmi. És semmi nem, és nem amúgy történt. Nem a darázs sípés a még a igazán veszélyes, mert elvileg nem vagyunk allergiásak, de hát jobb óvatosnak lenni. Hanem az, hogy kaja közben. Na várjál, lehet, hogy tudjuk szemléltetni, mert nem, megérkezett a Balázs. Nem, jó, mentem. Nem, maradj el. Elment. Becsukom. Nem ment el, mert a húsra jön. Elment. Becsukom. Az a lényeg, hogy nem is azzal van a baj, hogy megcsíp. A legnagyobb probléma az, hogyha esetleg a kajával együtt lenyeled. Az már nagyobb baj. Várjál hát meg. Az is nagy baj, ha megcsip.
De le, most is amúgy tiszta idegbeteg, na erről beszélek. Tehát én megyek, mert én ezt nem bírom idegettől. De most elcsomagoltuk. Hát ez az, de én meg ennék. Ne, Mac, légy szíves. Mac. Most elkezdte enni. De most komolyan már. Ha most mi a túrot csináljak? Hát későn kapcsoltam. Megint meg fog harapni. És eljön másikat? Remélhetőleg nem. Basszus, itt most meddig lak, mikor lakik jól egy darázs? Leharapott egy nagy falatot magának. Szó szerint lefaragott egy nagy... De ne dumálj, mert lehet, hogy ideges lesz, nem tudom. Figyel! Elvitte azt a falatot. Nem vitte el, még ott van. Most elviszi és megmutatja, hogy ilyet szereztem, gyertek ti is. Hát ezt nem megyek, menj arra az oldalra te. De nézed ugye, hogy mit beharapsz? Látod? Na, hát akkor most ezt nem kell tovább ragozni. Csak ugyanaz ezt volt. Ezt hívják. De most nem az ujjadon volt? Most a pár ujjamon. Nem, az ujjamon volt. És most az ujjam? Ujjamon, igen. Ott volt az ujjamon, járta. Na, ezt csináltam. Figyelj! Így kell csinálni. Nem tehát, kell ha valamiről beszélsz. Nem kell, így egy gyerek is nézheti, és nem kell így nem csinálni. Nem úgy így kell csinálni, nem a darázsa. Hogyha így szeretném valamit szemléltetni, akkor sokkal egyértelműbb, hogy megmutatom. Ez így, ez szerintem ugyanaz a darázs volt, meghallotta, hogy róla beszélünk, és úgy döntött, hogy akkor, de milyen szépen lefaragta, hát nem volt cuki, ahogy szépen fogta, és lefaragott egy egész falatot, majd lehet látni, vissza lehet nézni. És elrepült azzal a falattal, nem csípett már. Igen, egy dolgot felejtesz el, az emberek, a munkába járó emberek, stresszel, tömött fejű emberek, minden baja van, fizetni valók, stb. Nem tud ilyen nyugodt lenni. Tehát ez egy ilyen teljesen különc dolog, hogy te ezt meg tudod csinálni. Ezt nem tudod másnak megmagyarázni. Békében vagyok az állattal. Én is békében vagyok az állattal, de nem a vadállattal. Lehet, hogyha ugyanúgy ember ide jött volna és harabdálta volna, akkor lehet, hogy nem lennék ilyen békés. Nem. Nem, Tomaszban van valami ilyen különleges, nem tudom mi, hogy ezt tudja tűrtöztetni magát, és a hidegvér. Pedig még volt, hogy én szeretem a gyíkokat, és én vagyok hidegvér. Láttad még a lemerevedett a kezem úgy, ahogy volt, és hagytam, hogy tegye a dolgát. És azon voltam, attól, annyi tartásom azért volt, mert azt beismerem, hogy mi van, hogyha esetleg a párizsi szelet után átmegy az újra, mert azt egy bizonyos pontig még oké, el lehet viselni, hogy elkezdi a párizsi helyet tenni az ujjadat, de viszont szerintem ő se de hülye. De ezt már tudtad, mert múltkor ugyanúgy azt mondod, hogy megharapott. De basszus, igen, megharapott, igen, de akkor nem volt hús. De most viszont ahhoz, hogy azt a szeletet, mert látni lehet a videóban, pont a szélén volt, csak direkt nem hoztam egy kicsit odébb, látni lehetett a videóban, hogy lefaragott egy szeletet magának, és azzal repült el. És úgy voltam vele, hogy ha már egy darázs ilyen pici, akkor már nem fog itten percekig zabálni egy pár zsit. Gondoltam, hamar lelép, mert megtömi a böndöt. Ne utánozd! Na, erről beszéltünk az előbb, csak ugyanez a... De ez ennél jobb nem lehetett. Az az igazság, hogy én Tomasztot nagyon sokat tanultam ilyen dolgokban. Most nem tudom, hogy mit ragozzak ezen, vagy hogy röviden mit lehetne ide csatlakoztatni, hogy egész pontosan miről beszélek. Itt a türelemről beszélek, és arról, hogy hát állatokkal nem hiszem, hogy türelmetlen lettem volna valaha is, tehát a ilyen téren nem, de hogy így a természettel szemben így amúgy, de mondom, nem tudom nevén nevezni, de hogy a darazsat én nem tudnám így elviselni magamon, az egész más biztos. Az, hogyha egy kutya meg egy macska, ahhoz végtelen türelmed van,
az olyan. Igen, de ott is ugyanúgy megvan, mert azért akartam ezt most felhozni, mert ott is ugyanúgy megvan az, hogy a kezedből adsz egy ilyen, például a szalonna bőrét, ami ilyen pici darabka, azt szoktuk nekik adni. És hát az ugye a félfogukra nem elég, tehát az inkább ilyen mondhatni jutalomfalat. És így szoktam neki úgy adni, hogy a kezemből. És amikor még kicsi a macska, akkor még nem nagyon tud különbséget tenni a kezed, az ujjad és a között, és akkor így van, hogy így nem harap meg, csak meg akar harapni, de hát ugye elhúzod az ujjad. Na, ezt egy darázsnál nem lehet megcsinálni. De. Tehát én sokat tanultam tőled, és az, hogy a macskák, nem voltam én türelmetlen a macskákkal se, de ilyen téren például el kell, hogy rántsam a kezem, és nagyon sok mindenben viszont megtanultam, nem ezt az elrántásra gondolok, hogy azt megtanul, hogy azt nem csinálom, hanem egyéb ilyen dolgokat. Igen. Hogy megállom, vagy így, nem is, hogy de megfigyelek dolgokat, most hogy pont miért van. Ne kapkodj, mert itt van megint. Na, én nem. Pont, de most elment. Nem ment, te én megyek el. Az a lényeg, hogy nem érdemes velük játszani, mert sose... De látod, én is például nyugodtan jövök el onnan. Na nem, adsz, most viszont érzi a kezeden. Béb! Ez most ennyit nem ér, hogy jó, megmutat. Elmegyek. Rakjuk el a cuccot. Lemosom a kezem. Akkor ezt a vacsorát itt felfüggesszük. Igen. Ide tesz egy picit. Elrakjuk a zsömlét meg a kaját, és akkor nem fog jönni. Ő volt amúgy a minőség ellenőr. Kajában a minőség ellenőr volt. Na, az például, hogy ilyen hirtelen felpattansz és elrohansz, vagy elkezdesz kapálózni, azt például szerintem mondhatom, hogy tőle tanultam, hogy ne csináljam. Igen, ilyenekre most már egész nyugodtan. Megint itt van. Egész nyugodtan kezeled. Tehát annyi, hogy azt megtanultam, hogy nyugodtan, lassan állok fel, és teljesen természetesen arrébb megyek, mert nem szeretnék a darázs társaságában lenni tovább. De még mindig itt van. Vigyázz, Nem, hát megetetted, és most belezúgott a kezedbe. Mac! Kentszél be az a szarra. Nincsen. Pont kifagyott szerintem. De elrakjuk, akkor már nem fog. De a kezedet nem tudod elrakni, csak elvinni. Ja. Figyelj! Ja. Úgy kent be, hogy ahol volt, ahol rajta volt. Ja, ja. Szóval ettől függetlenül bármit is láttál. De ott van. Igen, mert keresi, nem hülye, visszajön a helyére. Tehát bármit is láttál, ő egy különleges Balázs volt, és vele ez mind meg volt dumálva, tehát ez későbbiekben bárhol nem lehet megismételni. És ilyen, hogy párizsi tesz a természetben, érdemes odafigyelni arra, hogyha a darázs megér. Amúgy összeszedi, amit a nyoma. De tehát, ez azért nem jellemző ettől függetlenül. Hogy visszajön? Hát nem. Az, hogy darázs van, és akkor fosni kell. Tehát ez nem jellemző. Csak mostanában a szárazság miatt, mint már beszéltünk is róla, több a darázs, és hát itt is a nyoma, már megint. Ja, igen. Tehát ezt mi azelőtt csak Görögországban tapasztaltuk, hogy ennyire sok darázs van, mert ott ugye melegebb van. Itt azért ez nem volt. Ez meg a másik, soha. Igen, hogy az miatt meg ráadásul agresszívebb is, hogyha ha szomjas. És pont most mutattuk, hogy a Laci patak kiszáradt, és innentől kezdve nem az van, hogy volt egy patak és akkor annyi, hanem ott vannak az állatok, akik abból ittak, nekik nincsen víz. Sőt. És éppen ezért előbb az ember közelébe kerül, mint hogyha ott lenne a patak, és ott nyugodtan éhatna belőle. Igen, de sőt, múltkor itt vettünk fel méheket a már akkor is nagyon kiszáradó félben lévő patak széléről, hogy nagyon sok méh járt ide. Ez és ragaszkodik. Igen. És ha most az még megvan, akkor majd lehet be is vágjuk. Ja, nem? Tényleg, igen. Thank you.
Na jó, én megyek. Szerintem felfüggesszük, mert ugyanez volt a pizzás jelenetnél is, hogy megjelent egy darázs, aztán hívta a haverjait, a végén meg 5-6 darázs lett, és valószínűleg itt a közelben akár még fészek is lehet. Úgyhogy innentől kezdve már nincs értelme ezzel játszani, mert a végén még összeveszünk. Jó, van, hadd menjek el, már bocs, nem, nincs a kezem már, nincs. Basszus, még így is a kezemre jön. De nem, jó, de nem tudok felállni, mert most a lábam közé ment. Itt van. Aki az kóbor, nem meg tudja ezt megmutatni. Belém szeretett. Mi? Hát. Ja? Elment? El. Tényleg elment? Uh-huh. Elment. Patak. Hogy megmutatom. Ott állsz a benne a patak helyén. Nagyon durva. És akkor várjál, kár. Idáig gyere le, mert itt így nagyon szép így oda belnézni, mert mint szép volt akkor, amikor volt víz. És itt jött, itt voltak a méhek. Na, de ezt mutatom én, hogy ide jössz, ahol vagyok. Mert innen szépen ott látni, hogy a medrét, már amennyiben az ide.